rendőrségi videó arról, ahogy a drogkereskedelemmel vádolt két férfit előállítják és kihallgatják. Tolnán fogták el őket még 2018 nyarán. A vád szerint a 32 éves akasztói diller 40 g kokain szállított a 45 éves tolnai férfinek előre kiadagolva, 50 darab zacskóban. A tolnai vádlott most azt mondta, többször vett már ennyi drogot az akasztói férfitól, minden alkalommal saját használatra. Napi egy zacskót fogyasztok, ez hangulat függő. Amit lefoglaltak kokain, ez 50 darab kis zacskó körülbelül. Szereztem, akasztom, buliban ismertem meg, de már nem emlékszem pontosan. A díler viszont tagadta, hogy rendszeresen üzleteltek volna. Az ügynek van egy harmad harmadrendű vádlottja is, egy szintén tolnai férfi. Nála több századak tiltott testépítőszert és szexuális vágykeltőt találtak. Az ügyben egyelőre nem született ítélet, mert egy tanú visszavonta a korábbi terhelő vallomását. A következő tárgyalás áprilisban lesz.